új szociális támogatásra pályázhatnak a 60-iak. Burgonyát és hagymát kaptak a rászoruló családok. Ingyenes ruhabőrzét tart a 60-i karitatív összefogás. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Új szociális támogatást vezetett be a 60-i önkormányzat. A gyermekétkeztetési térítési díjtámogatásról az októberi testületi ülésen döntöttek a képviselők, így 25%-os kedvezményre pályázhatnak azok az általános iskolás gyermekeket nevelő családok, akiknek gondot jelent az étkezési térítési díj kifizetése, azonban nem tudják igénybe venni a törvény szerint meghatározott ingyenes lehetőséget. A kérelmeket december 1-től lehet benyújtani. A cél, hogy minél többen juthassanak hozzá a gyermekétkeztetéshez. Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött az októberi képviselőtestületi ülés. Küles József névtábláját Horváth Richárd polgármester elhelyezte a díszpolgárok tablóján, a polgármesteri hivatal nagytermében. Az Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet nyugalmazott, de a mai napig aktív főorvosa a szeptemberi dísztestületi ülésen vehette át a díszpolgári címet. Ezután a napi rendeknek megfelelően folytatódott a tanácskozás. Egyebek mellett határoztak 14 gyermek helyi életkezdési támogatásáról, valamint újabb szociális támogatásról is döntöttek a képviselők. Az új hozzájárulással 25%-os kedvezményt ajánlanak azoknak az általános iskoláskorú gyermekeknek, akiknek a családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 105.450 forintot, egyedülálló esetén pedig a 119.700 forintot. Horváth Richárd polgármester hangsúlyozta, a városvezetés folyamatosan újabb és újabb támogatási formákat vezet be, amivel a 60-i embereket tudja segíteni. Hozzátette, erre azért van szükség, mert olyan világban élünk, amihez folyamatosan alkalmazkodni kell, a 60-iak pedig a nehéz helyzetekben is támogatják egymást. Látjuk, hogy vannak nehéz helyzetben lévő családok, akiknek még ez a fajta megrendelés is esetlegesen problémát jelenthet. Arról van szó, és próbáljuk ezeket a családokat, és a családokon keresztül a gyerekeket segíteni abban, hogy minden 60-i gyermek meleg ételhez jusson az iskolában. Ez a támogatás erről szól, pontosan erről szól, hogy a családokat támogatjuk, hogy megvannak azok a feltételek, amelyeknek meg kell felelni, és a támogatási összeget nem a család kapja meg, hanem közvetlenül a gyártó, illetve hát a szolgáltató, tehát közvetlenül a közétkeztetési Kft. Kapja meg, és így gyakorlatilag meleg ételhez tudjuk segíteni a gyerekeket az iskolában. A polgármester elmondta továbbá azt is, hogy az új gyermekétkeztetési térítési díjtámogatást azok a családok tudják igénybe venni, akiknek a gyermekei 60-i általános iskolába járnak és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, ugyanakkor az étkezésért teljes összegű térítési díjat kötelesek fizetni. Horváth Richárd hangsúlyozta, ez már a 6. olyan támogatási forma, amellyel a városvezetés segíti a 60-iakat. Az újonnan bevezetett gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás mellett továbbra is igényelhető a lakásrezsi, az életkezdési babakötvény, a nyugdíjasok, valamint az első osztályos diákok és az első lakáshoz jutók támogatása is. Összesen 150 adag élelmiszercsomagot osztott szét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a családoknak 60-ban. A 10 kg burgonyát és 3 kg hagymát ingyen vehették át a rászorulók a Városháza udvarán. A karitatív akció célja az volt, hogy csökkentsék a hátrányos helyzetben lévő családok anyagi terheit. Több család is érkezett a Városháza udvarára szombaton délelőtt. Azokra az ingyenesen átvehető élelmiszercsomagokra vártak, amelyeket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői szereztek be azért, hogy így segítsék a rászoruló családokat. Farkas Szabolcs elmondta, mit jelent nekik az adomány. Nagyon nagy segítség, mert ugye ilyen világ van, és nagyon jó jön. Balog Gyuláné azt is elmondta, milyen ételek készülnek majd otthon az élelmiszerekből. Krumpli leves, krumpli püré, sült krumpli, paprikás krumpli, a legtöbb ételt abból lehet készíteni szerintem. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és munkatársai rendszeresen szerveznek karitatív akciókat, hangsúlyozta Baranyi Bracsó Krisztián képviselő.
Ezzel szeretnénk segíteni azoknak a hátrányos helyzetű roma családoknak és gyermekeknek, akiknek ugye nagy nehézséget okoz az, hogy hatalmas drágulások vannak ugye az alap élelmiszerárakkal kapcsolatosan, és szeretnénk nekik megkönnyíteni a napi betevőjüket. A képviselő hozzátette, összesen 150 adag élelmiszercsomagot osztanak szét a rászorulók között. A mozgásukban korlátozott lakosoknak pedig házhoz szállítják a terményeket. Idén is megszervezik az ingyenes ruhabőrzét a 60-i Karitatív Összefogás Egyesület tagjai. A szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a Szeretett Szombat elnevezésű esemény idei helyszíne a Grassalkovics Művelődési Ház lesz. Schmidné Vereb Juliannak kiemelte, hogy most is baba holmikkal, játékokkal és felnőttekkel való ruhákkal várják a rászoruló családokat. A megszokottól eltérően idén nem a Hunyadi téri zöldségpiacon, hanem a Grassalkovics Művelődési Házban várják az érdeklődőket a 60-i Karitatív Összefogás Egyesület önkéntesei, hangsúlyozta a szervezet elnöke. Schmidné Vereb Julianna azt is elmondta, hogy a Szeretett Szombat elnevezésű ingyenes ruhabőrze célja az, hogy ilyen módon is segítsék a rászoruló családokat. A babaruhák és játékok mellett táskák, felnőtteknek való cipők, kabátok és pulóverek is várják azokat, akiknek szükségük van a holmikra. Az esemény szombaton 9 órától kezdődik. További információ található a 60-i Karitatív Összefogás Egyesület Facebook oldalán. Megrendezik a mozgás éjszakáját 60-ban. Ezen az estén a sportolásé lesz a főszerep. Lehet zumbázni, aerobikozni, kengúzni, de lesz társas tánc, szalsza és szenior örömtánchoz is lehet csatlakozni. Mindezek mellett Rubint Réka tart majd edzést a 60-i sport és rendezvénycsarnokban november 4-én. Az esemény este 5 órától hajnalig tart, a program ingyenes. November 18-án a Tihanyi Vándor színpad egy klasszikus mesével, az Igazmondó Juhász legény című mesejátékkal érkezik Gyöngyösre, a Mátra Művelődési Központba. Az előadás 11 órakor kezdődik, jegyek kaphatóak a helyszínen, a jegypénztárban, valamint a jegy.hu weboldalon. Pénteken kezdetben országosan esőre van kilátás, majd délután nyugat felől elkezd megszűnni a csapadék, és egyre több helyen csökken a felhőzet. Napközben 13-24 fok valószínű. Szombaton a változóan felhős napos időben több helyen előfordulhatnak záporok, néha zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat. Vasárnap elsősorban észak-keleten és néhol északon lehetnek záporok, máshol sok napsütésre van kilátás. Napközben 15 és 23 fok közé melegedhet a levegő. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben a Hogyan kerül a csillag az almába című mesét hallgathatják meg a gyerekek, ezt követően a kommentárban Koncz Lórend beszél a PR fontosságáról, majd az élesztőben a 60-i gigászok mutatkoznak be. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!